Több mint 50 lakónak kellett elhagyni az otthonát tegnap késő délután egy pécsi társasházban, miután tűz ütött ki az egyik lakásban. Mint később kiderült, bútorok gyulladtak meg, de ez akkora füsttel járt, hogy az épület több szintje is telítődött vele. Két ember megsérült, őket kórházba vitték. Információink szerint egyikük állapota válságos. Ezeket a fényképeket a tűzoltóktól kaptuk. Jól látszik, hogy sűrű füst vette körbe a pécsi házat. Mire a tűzoltók kiértek, addigra már az épület második és harmadik emeletét is ellepte. Az eddigi vizsgálatok szerint egy ágy gyulladt meg, abból jött a füst. Ezt a tűzoltók eloltották. Valamennyi lakást, amelyik érintett volt a füst miatt, átvizsgálták. Ez azt jelenti, hogy szintenként 22 lakást kellett megnézniük. Az ott élőket, lakókat, mindenkit ki kellett terelniük, voltak itt gyerekek, felnőttek, akiket úgy kellett kihozniuk a tűzoltóknak az épületből. A tűzben ketten is megsérültek a lakók közül. Úgy tudjuk, hogy mindketten abban a lakásban voltak, ahol felcsaptak a lángok. A lakók között volt olyan, aki a többieken próbált segíteni. Nagy nehezen tudtam elkapni a küszöbnél, ott a főzőkonyhába, és úgy húztam ki a földön. Utána elindult balra, én meg mentem tovább csinálni a dolgokat. Tehát kapcsolgattam le a villanyórákat, szóltam az emeleten, földszinten, hogy menjenek ki mindenki. Tehát igazából az, hogy a Zsoltival mi történt, pontosan fogalmam sincs. A házban lakók azt mondták, hogy a kimentett férfi légcsőve égett meg, őt életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol lélegeztetni kell. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.